Köszöntöm a Terézvárosi Magazin nézőit. Önök a Budapesti Rendőrfőkapitányság 6. kerületi rendőrkapitányság tájékoztatóját, a Terézvárosi Kék Híreket látják. Farkas Piroska rendőrszázados vagyok. Eljárás indult lopásvédségének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettesek ellen, akik 2018. július 14-én 14 óra körül bementek a Budapest 6. kerület Paulai Ede utcában található egyik fodrásszalomba, és az ott dolgozók figyelmét elterelve eltulajdonították a sértett Samsung Galaxy S7 típusú mobiltelefon készülékét, mely egy barna színű műbőr anyagútokban volt. Kérjük, hogy aki a felvételeken szereplő személyt felismeri, személyazonosságukkal, felelhetőségi helyükkel kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a 061-461-8441-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 0680-555-111-es telefontanú zöld számán, a 107 vagy a 112-es központi segélyhívószámok valamelyikén, vagy írjon a 06rk@budapest.polisz.hu e-mail címre. Nyomozást folytatunk rongálás vétségének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, aki 2018. június 26-án hajnali 2 óra 48 perckor a Budapest 6. kerület Paulai Ede utcában parkoló két gépjármű karosszériájára felugrott és azon végigfutott. A cselekmény következtében a járműben rongálási kár keletkezett. Kérjük, hogy aki a felvételen szereplő személyt felismeri, személyazonosságával, felelhetőségi helyével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a 061-461-8441-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 0680-555-111-es telefontanú zöld számán, a 107 vagy a 112-es központi segélyhívószámok valamelyikén, vagy írjon a 06rk@budapest.polisz.hu e-mail címre. Eljárás indult lopásbüntet és kábítószer birtoklás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt L. Richard 32 éves verpedéti lakossal szemben, aki megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2018. július 12-én 20 óra 20 perc körüli időben a Budapest 6. kerület Király utcában található egyik hostel lakásának csukott, de nem zárt bejárati ajtaján bement, és magához vett egy Longines márkájú férfi fekete bőrszíjas karórát, illetve egy ezüst színű márkájú öngyújtót. Ezt követően a nappaliban lévő íróasztal felső fiókjában tartott kék színű műanyag borítékból eltulajdonított 5210 euró készpénzt, 8200 amerikai dollár készpénzt, illetve 158000 forintot. Amikor kilépett a lakásból, akkor érkezett meg az ott lakó sértett. Ekkor a lépcső irányába futni kezdett, azonban a sértett követte az utcáig, ahol a sértett az arra járó két személytől kiabálva kért segítséget, akik az elkövetőt néhány házzal arrébb megállították és feltartóztatták. Miután a sértett utolérte, az elkövető visszaadta az eltulajdonított értékeket a pénz kivételével. A sértett értesítette a rendőrséget, majd a helyszínre érkező járőrök az elkövetőt intézkedés alá vonták. Az előállítás során L. Richard ruházatával előkerült az eltulajdonított készpénz, továbbá 0,92 g fehér porkabit, kábítószergyanús anyag. Az eltulajdonított pénzösszegeket a sértett az eljárás során visszakapta. Lakatos Richard a gyanúsítottkénti kihallgatása során a terhére rott cselekmény elkövetését elismerte. L. Richarddal szemben eljárást a 6. kerületi rendőrkapitányság folytatja le. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva ismét találkozunk. Viszontlátásra!